Kedves nézők, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és a tegnapi napon a templomainkban Urunk mennybe menetelét ünnepeltük. Igaz, hogy dátum szerint ez a múlt hét csütörtöki napján a régi nevén, ugye áldozó csütörtök, akkor szoktuk megünnepelni Urunk mennybe menetelét, hisz ez húsvét után ez a 40. nap, de hát a körülményeink olyanok, hogy mindig az azt követő vasárnapon ünnepeljük, és ennek a mennybe menetelnek megvan az üzenete, súlya. Az apostolok cselekedeteiből ezt olvastuk tegnap, a szentmiséken. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszélte mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szent Élek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennyben. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él 40 napon át ismételten megjelent nekik és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az atya ígéretére, amelyről mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentilekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyültek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egészen Júdiában, és Szamariában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfette úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Így az apostolok cselekedete. Kedves nézők, urunk mennybe menetelét ünnepeltük, és hát tényleg ezekben a napokban ez a nagyon fontos mozzanat áll előttünk, hogy Jézus műve, miután megvalósult, és megmutatta a 40 napon keresztül az ő föltámadt létét, akkor befejezve ezt a küldetést, visszament az Atya és a Szentélek életközösségébe is. Lényeges szerint az Úr Jézus Krisztus oda tartozik a Szent Háromság életközösségébe. És ugyan olyan dolog ez, mint amikor a gyerekek az iskolából hazajönnek, vagy a munkálkodó emberek, miután befejezték a munkájukat, hazatérnek az otthonukba. Jézus otthona a Szentháromság közössége. De nekünk egy óriási feladatunk az, hogy a jövőnket ott lássuk, ahova Jézus fölment a mennybe. Az örök jövőt, Isten Szentháromságos életét lássuk a végső célunknak, és ebbe a jövőbe igyekezzünk úgy, hogy mi az Úr Jézus Krisztus követve járjuk az Evangéliumnak az útját, akkor mi is az égbe szállunk és eljutunk az örök élet boldogságára. Amen!